Nadi vagyok, és most egy back to school, vagyis vissza a suliba hol videóval készültem nektek, úgyhogy ha érdekel, akkor mindenképpen tartsatok velem ebben a videóban. Először a füzeteket gondoltam, hogy megmutatom, és spirálos füzetből ezt a kettőt választottam. Ez a pivacsos, ez kockás, mert matekból olyan sokat írunk, hogy szerintem jó, hogyha ilyen vastagabb a füzet. Ez a levendulás pedig vonalas, ezt pedig irodalomra gondoltam, mert én ott is nagyon sokat szoktam írni. És a rendes vonalas füzetből pedig hetet választottam, mert szerintem ennyi bőven fog kelleni. És az egyik, például ez a rózsaszín virágocskás, van egy ilyen fekete is, ez is szintén virágos. Van még egy ilyen kék színű, ezen szintén virágok vannak, meg még ilyen kis szitakötők. Választottam kettő olyan füzetet is, ami kicsit vékonyabb. Ezek jók lesznek olyan tantárgyakra, amiben nem kell annyira sokat írni. Az egyik olyan levendulás, mint a spirálfüzet. A másik pedig ilyen kék színű, amin rózsaszín virágok vannak. Aztán választottam még egy ilyen fekete füzetet is, amin egy ilyen aranykás, sárgás színű hal van, úgyhogy szerintem ez a füzet is ilyen különleges, és hát utoljára hagytam, ami nekem a legjobban tetszik. Igaz, hogy ez elég vastag ez a füzet, viszont ilyen púderes színe van, és rózsaszín, fekete és arany flamingók vannak rajta. Nem tudom, mennyire látszódik így a videón, de ezek tényleg arany flamingó, meg még ilyen kis ananászok is vannak rajta, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép kis füzet. És egyébként, hogyha így kinyitjuk a belsején is, még van ilyen minta, meg a másik oldalánál is, úgyhogy nekem ez is nagyon tetszik. Meg igazából szerintem most mindegyik füzetet úgy sikerült összeválogatnom, hogy mindegyik nagyon kis szép lett. A füzetek közül még egy ilyet sikerült beszereznem, ez egy leckefüzet, szerintem nagyon hasznos tud lenni, mert kicsi, szóval igazából nem nehéz és nem foglal sok helyet, viszont sokkal átláthatóbban föl lehet benne jegyezni, hogy mondjuk mikor milyen dolgozat lesz, milyen házi feladat van, miket kell megcsinálni, szóval szerintem nagyon praktikus a leckefüzet. Én mindent ebbe szoktam beleírni, és most egy olyat választottam, amin levendulák vannak, hogy passzoljon a másik füzetekhez is, és van rajta makaron is. Úgyhogy, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg a makaron készítős videómat. Alapvetően szerintem nem maradhat el a könyvekre a csomagolás is, úgyhogy vettünk ilyet is, viszont még szerintem valamennyi van itthon, úgyhogy ha ez nem lesz elég, akkor ki tudjuk pótolni. Mi olyat szoktunk venni, aminél ezt a sárga csíkot le kell húzni, és akkor csak így akár ragaszt a könyvekre. És igazából én szoktam rakni ilyen névcímkét is a könyvekre, hogyha véletlenül bármi történne, akkor tudják, hogy az én könyvem, bár igazából még soha nem hagytam el egyiket sem, úgyhogy tényleg csak a biztonság kedvéért kell, de igazából most ilyen lilás színűt választottam, ami igazából azért tetszett, mert ez ilyen viszonylag egyszerű, szóval csak néhány ilyen kis buborék van rajta, meg még ilyen kis fura lény, ami nem tudom micsoda. Szóval majd ezt még ráragasztom a könyvborítókra. Én a tavalyi toltartomat nagyon szeretem, úgyhogy ezt nem gondoltam lecserélni. Ez azért nagyon jó, mert viszonylag pici, viszont annyi minden meg pont elfér benne, amire szükségem van. Én általában Swarovski és zebra tollakkal szoktam írni, úgyhogy még ezekbe vettem betétet. Hogyha véletlen ceruzával kell írni, akkor még van egy Rotling a toltartomban, meg egy radír. Igazából még a tavalyi hibajavítomban is van, úgyhogy még addig ezt sem gondoltam lecserélni, szóval majd valószínűleg évközben kell beszereznem egy újat, amikor már ez ki fog fogyni. Az órarenddel kapcsolatban már tavaly is a saját készítésű órarendemet használtam, úgyhogy ez, amit most mutatok, ez a tavalyi, de arra gondoltam, hogy valami ehhez hasonlót fogok készíteni most is, és akkor utána ezt csak kinyomtatom és beleírom az óráimat.
Általában ezt én beszoktam ragasztani így valahova a leckefüzet elejébe, és akkor, hogyha kinyitom, akkor rögtön látom. És arra gondoltam, hogy a weboldalamra, a ballanadin.blogspot.com-ra, a blogomnak az oldalára, majd felrakom a kész órarendet, úgyhogy akár ti is letölthetitek, és használhatjátok, hogyha kinyomtatjátok. Most ennyi lett volna ez a kis vissza a suliba hol videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és esetleg írjátok meg kommentben, hogy ti most hanyadikosak lesztek, és miket vetetek a sulira, és hogyha még nem vagytok, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt is, hogy kapjatok értesítést. Várlak benneteket a következő videómban is!